Kapcsolunk Bukarestbe Demeter Katalinhoz. Vannak tehát meglepetések voltak tegnap. Az egyik ugye, hogy a várakozásoknál jóval gyengébben szerepelt a Nemzeti Liberális Párt, a Ludovik Orbán féle liberális párt, és a miniszterelnök nemrég be is jelentette, hogy lemond, de ettől függetlenül lehet, hogy kormányon marad. Köszöntöm a nézőket, így van, Ludovic Orbán ma este éppen azzal indokolta a lemondását, hogy ezzel utat akar nyitni egy jobb középkormány koalíció előtt, és bízik benne, hogy a pártja adja majd az új miniszterelnököt is. Az államfő már kis nevezte az ügyvívő kormányfőt Nikolai Csuka a védelmi miniszter személyében, és Orbán szerint jó esélye a kormányon maradhat a Nemzeti Liberális Pád, de már nem egyedül. Klaus Johannes államfő ugyanis szintén ma kora esti nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy nem változtatott a szándékán továbbra is jobb-közép koalícióban gondolkodik, amelybe a Mencsétek meg Romániát szövetséget is bevonnák. Végleges eredmények még nincsenek, de most az látszik, hogy ahhoz, hogy valóban többségük legyen, az LMDS-nek is részt kell vennie a koalícióban. Nagy kérdés most ezek után, hogy ki lehet a miniszterelnök. Mit kell tudnunk Katalin erről az ultranacionalista magyar ellenes AUR nevű pártról, ha jól mondom egyáltalán nevüket? Azt láttam most délután, hogy az etnikai pártokat már be akarják tiltani, tehát neki mentek egyből az RMDS-nek, kezdésnek nem jó. Jól mondtad a nevet, ami egyébként magyarul aranyat jelent. Nos, ez a legnagyobb meglepetése a tegnapi parlamenti választásoknak, az AUR nevű párt. A romániai elemzők is még csak most keresik a jelzőket az alig egy éve alakult formációra. Az idegengyűlölő, magyar ellenes, nyugat ellenes, Románia és Moldva köztársaság egyesülését szorgalmazó, valamint a legionárius retorika egyaránt jellemzi őket. A kampányban maszk ellenes tüntetéseket tartottak, és az ott Ortodox Egyházzal együtt tiltakoztak a vallási zarándoklatok betiltása ellen is. Elsősorban így szereztek népszerűséget, de valóban nem kellett sokat várni az, az első magyar ellenes kijelentésekre sem. A párt vezetője konkrétan ma azt mondta, hogy az RMDS-nek nincs mit keresni a parlamentben, és hogy alkotmánymódosítást kezdeményeznek, hogy betiltsák az etnikai pártokat. Na ez az AUR nevű formáció Bukarestben. Nagyon szépen köszönjük!